Másfél évtizedes múltra tekint vissza a paragrafus kupa, amelyen a közigazgatásban érintett szervezetek tagjaiból összeállított csapatok mérik össze tudásukat. Három évvel ezelőtt az országban egyedülálló kezdeményezésként a kupa válogatottja a görög katolikus PAF válogatott ellen lépett pályára, és a mérkőzés hagyományteremtőnek bizonyult. Sütörtökön a kisvárdai futballpályad otthont a negyedik mérkőzésnek. Maga a együttműködés, ez a görög katolikus egyház, illetve jelenleg a Kisvárda város polgármestere, közgyűlése, önkormányzata, mint a meghívó vagy a rendezvényre helyszínt adó. Hárman vagyunk a fővédnökök, és azt jelképezi ez a sportesemény, hogy a föld és a mennyei igazságszolgáltatás résztvevői milyen módon, milyen feren tudnak egy futballmeccs keretében találkozni, nemes küzdelmet folytatni, és ennek eredményeként egy a normál kereteken kívül, tehát az igazságszolgáltatás keretein kívül is a bíróság milyen módon él benne, van benne a megye, illetve a városoknak az életében. Az eddigi három mérkőzés egy döntetlen és két paragrafus kupa válogatott győzelmet hozott. A csütörtökön 15 órakor a kisvárdai Várkerti pályán kezdődő mérkőzésen a görög katolikus PAF válogatott szeretne javítani a mérlegén.